Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőit. Egy kicsit előre ugrunk a mai adásunkban az időben, hiszen augusztus 9-ével, azaz jövő hét péntekkel indul a Székesfehérvári Királyi Napok rendezvény sorozata, amelynek egyik igazán nagy érdeklődésre és sok-sok látogatóra tartó produkció része a Fricsai Richárd Katona Zenekari Fesztivál, amelyet immár 7. alkalommal szerveznek meg. Ennek egyébként a dátuma is megvan, hiszen ez augusztus 16-án lesz. Itt van velem Ruf Tamás karnagy, a Székesfehérvár helyőrségi zenekar karnagya, akivel a rendezvény program palettájáról beszélgetünk, hiszen, hogyha jól tudom, már megkezdődtek a próbák. Szervusz! Így van, jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket, és szia Viki! Talán nem baj, hogy hát évek óta dolgozunk együtt, szerintem ezt a nézők is szerintem tudják. Szerintem a nézők is tudják és megértik talán tudják ezt a hangnemet. Érzik. Így van, most is éppen egy próbáról érkeztem, ahol már hát konyha nyelven szóval gőzerővel készülünk a fesztiválra. Van, aki szerint ez korai, van, aki szerint pont időben van. Azért nem korai, mert nekünk ugye hát nem csak ez a feladatunk, hogy a fesztiválra készüljünk, hanem azért a nyári szabadságoltatások alatt mi az egész országban úgymond egy zenekari ügyeletet tartunk, ami azt jelenti, hogy amíg a többi zenekar szabadságon van, addig mi megyünk az országban mindenfelé, és gyakorlatilag 16-áig nekünk majdnem minden nap utaznunk kell valahova máshova az országban. Úgyhogy nagyon-nagyon koncentráltan és nagyon-nagyon okosan kell próbálnunk, hogy itt 16-ára minden a helyére kerüljön. És akkor ilyenkor vannak a repertoáron ilyen fenntartott produkció elemek, hiszen nem is olyan régen láthattunk titeket mondjuk Pákozdon, ugye az emlékparki nyár műsor folyamában is fellépni, és hát ott is egy nagyon klassz és látványos dologgal készültetek. Igen, ez vannak elemek, amiket tudunk használni, de nyilvánvaló, hogy azért egy évente egyszer megrendezésre kerülő fesztiválon azért igyekszünk újdonságokat is megmutatni, mindig egy kis unikumot hozni, egy kicsit megfűszerezni, hiszen, és ez nagyon nehéz, mert ugye 2 évvel ezelőtt nem nagyon számított rá senki, akkor volt ott egy lánykérés. Igen, ez egy emlékezetes pillanat volt szerintem. És ami az egésznek az érdekessége, ugye ezt csak mi tudtuk, hogy a kollégánk, aki ezt kérte, hogy hát ő ezt úgy szeretné, hogy ez mégiscsak egy zenekari körbe történjen, közönség előtt, hogy mit szólok hozzá, és én, hogy mondjam, úgy örültem neki, de egyből elkezdtem magamban ezt sakkozni, hogy ezt hogy tudjuk beilleszteni, hogy lesz a legjobb, hogy lesz meg a fesztiválnak is a kellő hangulata, hogy lesz meg a lánykérésnek is a kellő hangulata, és amikor ezt mi kitaláltuk és elkezdtük szervezni, nagy örömmel, akkor azt gondoltuk, hogy ez lesz az első a városban. És mire augusztus lett, addigra már túl voltunk egy-két lánykérésen, ami színpadon történt, és így még beszéltük is, hogy csodában mi találtuk ki először, de ugye mi voltunk a legkésőbb, de nem baj, ettől függetlenül katonazenekari keretek között ez mégiscsak első volt, úgyhogy erre nagyon szívesen emlékszünk. És hát nem tudom, szerintem az is fontos ilyenkor, hogy volt visszajelzés, hogy egy év múlva esküvő is volt. Tehát, ugye? Fontos volt az, hogy ott rögtön igent mondott a lány, azért ez nyilván talán nem volt benne a pakliban, de hát nem lehet ezt tudni, hiszen neki is meglepetés volt, nem? Ez neki nagy meglepetés volt, de most így 2 év távlatában talán szabad elmesélni, hogy ugye azt tapasztaljuk a művészvilágban is, hogy az embereket nagyon érdekli, hogy mi van a színpadon, de még jobb, hogy mi van a színfalak mögött. Hogy Virág, ugye a jelölt, a mennyasszony tulajdonképpen nem tudott erről, tehát tényleg nem tudott róla. És hát nagyon-nagyon szerveztük, hogy ez minden a helyén legyen, és hogy megfelelő időben a megfelelő rokonságot a helyére úgymond terelje, jó koráljanak, jó helyen, minden klapoljon, és akkor közeledett a lánykérés pillanata, és egyszer csak mondják nekem, hogy nagy baj van, mert itt az egyik néző rosszul lett. És hát én úgy, hogy vezényeltem is, szerveztem is, zenéltem is a srácokat, tehát hogy mint házigazda, úgy mindenhol egy kicsit jelen kellett lenni, és na mondom, jó, akkor segítünk, van végül is mentőszolgálat, ugye itt voltak a mentős kollégák is a kórházból, itt voltak a saját EU szolgálatos katonáink is,
És kiderült, hogy pont Virág volt rosszul, tehát ő rosszul lett ott a napon, és hát el kellett látni. És közben mentek a percek, és közeledett az esemény. És vártakotok, hogy akkor most mi lesz? Igen, tehát hogy én ott azért, hát ott mondhatni, hogy ott egy pár kilót hirtelen fogytam, tehát hogy ott nagyon gyorsan mentek a percek, és ott a városháza előterébe, ugye szépen hűvösbe, kicsit akkor ott lefektették, ellátták, ahogy kellett, tehát katonaorvos ellátta, és hát ugye az első gondolat az volt, hogy miért nem viszük a civil mentősökhöz, és mondtam, hogy azért, mert innen nem viheti el senki, mert nekem benne van a műsorban, csak nem tud róla. És aztán szépen Virág herjött. Én ugye próbáltam úgy tenni, mint hogyha csak ott próbálnék neki idézőjelben szimplán segíteni, kérdeztem, hogy rendben vagy, ki tudsz jönni még megnézni. Persze, nem lesz semmi baj, minden rendben. És pont mire jött a lánykérés, addigra visszaállt a helyére. Hát, az ott egy elég kemény néhány perc volt. És ugye Martin, aki megkérte, ő csak annyit látott az egészben, hogy ez csak Virág eltűnt. Tehát én ugye megbeszéltem vele, hogy figyelj, majd itt fog állni, majd akkor neked ide kell jönni. Amikor adott pillanat van, én már oda fogom szólítani, mikrofonnal ki fog jönni, úgyse lesz más választása. De hogy mit mond, az majd ugye az kiderül. Múlik. De Martin annyit látott ebben az egészben, hogy Virág ezt csak eltűnt. És hát ő neki fogalma nem volt, mert benne állt a zenekari tömbbe, ugye ő mozdulni nem tudott. És hát Virág az utolsó pillanatra már túl a rosszul éten visszakerült, és na akkor jött a meglepetés, hogy jó. De ugye ezt a nézők nem tudták, nem is tudhatták, most talán nem baj, hogy így két év távlatában így elmesélem, hogy azért ez egy nagyon meleg helyzet volt. Házigazdaként, ugye nyilván most már tudjuk, hogy elég sok mindenre kell figyelni, de mondjuk, amikor elkezditek szervezni a katonazenekari fesztivált, ugye ez egy ilyen regionális fesztivál, mi alapján döntitek el, hogy kik lesznek a meghívott zenekarok, az idei esztendőben mit tudhatunk, hogy kik vendégeskednek majd itt, illetve mi az, vannak-e olyan visszajelzések, ami alapján évről évre azért finomítotok a programon, vagy új elemeket tesztek be, ahogy említetted is, hogy fontos, hogy azért mindig legyen valami újdonság. Hú, megpróbálok minden kérdést válaszolni. Ugye az, hogy regionális, maga a ezeknek a fesztiváloknak a regionális jellege ez onnan volt, hogy egyrészt lefedett egy adott régiót az országban. Tehát például ugye Kaposváron van az egyik legrégebbi katonazenekari fesztivál, a másik pedig Szolnokon, hát az ország két másik felébe. És akkor ott aztán van Debrecenben természetesen, hogy Debrecen ne hagyjuk ki, ott ugye nemzetközi fesztivál van, nemzetközi katonazenekari fesztivál. Tehát ezek az országnak viszonylag egymástól távolabb eső régióit ezek úgymond lefették. Ez az egyik. A másik, hogy egy kicsit ugyanabból az ország részből voltak bemozgatva a zenekarok, tehát mit tudom, Dunántúl vagy Tiszántúl. Most ezek annyit változtak az évek folyamán, hogy azért most már minden fesztiválra hívunk az ország más pontjából a zenekarokat. Tehát most például nálunk megjelenik Szolnok. Tehát nem törvényszerű, hogy mondjuk csak Budapesttől innen eső zenekarok jönnek el Székesfehérváron, hanem az ország különböző részéből, ahogyan itt volt már nálunk kétszer debreceni zenekar is. És ezzel azért a nézők megláthatják, hogy egyfelől ugye militarizálva van a zene, tehát a katona zene, hogy mindenki ugyanabban az egyenruhában, ugyanolyan körülmények között teljesíti a feladatát, de mégis minden zenekarnak megvan a saját művészi arculata. Tehát mégis ugye erre szokták mondani, akik nem katona zenészek, hanem katonák, hogy az egyenruha mögött azért érző szív lakozik, hogy az embert soha nem lehet kívül hagyni ezen a számításon. És ez a zenében nagyon jól megmutatkozik, hogy minden zenekarnak más az arculata, annak ellenére, hogy mindegyik ugyanazt a feladatot látja el. Tehát, hogy mindegyiknél ott van a saját egyedi hangvétel vagy íz. Így van, tehát megvan az a helyzet, hogy van, aki inkább a hagyományőrzés területén jeleskedik, van, aki inkább az egyházi zene területén jeleskedik, vannak, akik inkább egy kicsit a filmzenékbe szeretnek utazni, és hát van a fehérvári zenekar, aki azért nagyon-nagyon sok mindent vállal és csinál. Például az, hogy
ennyire jó a kapcsolat nekünk a Vörösmarty Színházzal, azért ez egy országosan egyedülálló dolog. Hogy nekem ez, azt gondolom, hogy ez... Ez presztízs is, nem? Nem ide akartam kirúgatni, természetesen, tehát igen, tehát nem mindegy, hogy az ember hol játszik. Abszolút nem mindegy, hogy melyik színpadon, mint egy nagy fesztiválon. Nem mindegy, hogy ki játszik a nagy színpadon, és nem mindegy, hogy ki a kicsi. Nem mindegy, hogy ki játszik szombaton, és ki játszik csütörtökön. Tehát nyilván megvan a, úgymond a hierarchia, de én ebben az egészben nem ezt látom elsősorban, hanem azt, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy tényleg színházi körülmények között tudunk játszani, ahol minden technika adott, ahol maga a nézőtér egy olyan méltóságot kölcsönöz az egésznek, ahol öröm játszani. És azt gondolom, hogy tényleg nincs az országban olyan, hogy egy komplett, teljes katonazenekar szolgáltatja a színházi produkcióhoz a zenét. Ugye nekünk az első itt a Lírkirály volt még 2013-ban, és aztán hát pillanat alatt eltelt 6 év, és idén megjátszottunk a Chicago című musicalbe, játszottunk, a mai napig játszunk, és június 18-án, amikor volt itt az évad utolsó előadása ebből, akkor egy pillanatra csak megállítottam a zenekari hangbeállás végén a közreműködőket, nem csak a zenekar, színészeket, mindenkit, és mondtam, hogy csak abba gondoljatok bele, mert tudom, hogy senki nem szokott, hogy én egy kicsit utána számoltam, és hogyha lejátsszuk ezt az előadást, akkor idén ezt már 10 000 ember látta. És azért ez egy nagyon-nagyon komoly szám, hogyha belegondolunk, hogy 10 000 néző látta egyik nézőpontból, hogy látta a Chicagót, de a mi szempontunkból pedig azt mondom, hogy 10 000 néző látta, hogy igen, a Chicagóban játszott a katonazenekar. Szóval ez egy nagyon-nagyon egészséges, nagyon jó szakmai együttműködés, és tényleg mindenkinek azt mondom, hogy nincs ilyen az országban még egy, mert tényleg egyedülálló. A másik pedig, hogy azért Fricsai városában ez egy nagy dolog szerintem, mert utoljára akkor volt ilyen. És azóta azért 1900-as évek elejéről beszélünk, hát jó pár év eltelt. Viszont azt láthatjuk itt a képeken is a korábbi évek fesztiválaiból egy kis ízelítővel készült a kollégánk, hogy tényleg tehát ilyen gombostűt nem lehet lejteni ilyenkor Székesfehérvár belvárosában. Gondolom azért ez is jó visszaigazolás a közönség részéről, hogy itt Fehérváron értő zeneszerető, katona zeneszerető közönség van. Igen. Nagyon-nagyon jó érzés ez nekünk mindig, hogy nem kell egy nagy fesztivál hozzá egyébként, tehát elég, hogyha kimegyünk az országalmához, vagy bárhová a városba, ott, ha nincs meghirdetve mondjuk, ott akkor is 5 percen belül akkora tömeg áll meg és hallgat minket, hogy az felér egy kisebb koncerttel. Úgyhogy az érezhető, szóval tapintható a közönség szeretete, és majdnem mindegy, hogy milyen rendezvényen jelenünk meg. Ez egy jó érzés, egy jó visszajelzés. Mindig azt szoktam mondani a zenészeknek, hogy ugyanakkor ez egy nagyon nagy felelősség. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan megyünk jobb a városba, hogy hogyan jelenünk meg, hogy visszük a hírét a zenekarnak, hogy visszük a hírét a honvédségnek, hiszen ezen keresztül egy egész szervezetet megítélhetnek adott pillanatban. Emlékszem még, hogy talán amikor indult maga a fesztivál 7 évvel ezelőtt, akkor itt óriási beszélgetést folytattunk arról, hogy mi az a gyepsó, hogy képzeljük el. Én azt gondolom, hogy ezt ma már itt Fehérváron senkinek sem kell elmondani, hogy mi is az a gyepsó, mitől látványos, de mégis, hogyha egy kicsit a 16. programról beszélünk, akkor mire készülhetnek a fehérváriak, ugye 16.40-től lesz majd a különböző térzene, de mit lehet tudni a forgatókönyvről, a menetrendről? Egy kicsit módosítanék is rögtön, mert 16-15-től lesznek a térzenék a 3 ponton, idén 3 ponton. Ez gyakorlatilag a térzene alatt értsen mindenki csak annyit, hogy egy kis kezdcsináló, egy kis beharangozó, ott közvetlenül a rendezvény előtt lesz egy az országalmánál, lesz egy a pláza előtt, és lesz egy most a Vörösmarty Színház előtt, és ott egy negyed órát zenélnek a zenekarok, a meghívott zenekarok. A 3 meghívott zenekar az a Budapest helyőrségi zenekar, a Tata helyőrségi zenekar és a Szolnok helyőrségi zenekar.
és ők egy rövid menet zenével vonulnak a helyszínre, ugye kivéve az országalmánál zenélő tataiakat, mert ők helyben vannak. És ez a rövid menet zene az arra jó, hogy akik esetleg ott még helyben kedvet kapnak, azok jöjjenek a zenekarok után, és nézzék meg a nagy műsort, ami 5 órakor kezdődik, tehát 16-án pénteken délután 5-kor a Városház téren, ahol lesz összevont zenekari koncert, ez alatt értjük, hogy a 4 zenekar együtt zenél, ott ez gyakorlatilag egy 100 fős katonazenekart akar, ami azért látványban is nagyon impozáns, így néha visszanézem a fotókat, és nagyon-nagyon szép, tehát ez az tényleg egy szívet melengető dolog, hogy ránézek a fotókra, és akkor azt látom, hogy ez a 100 ember az tényleg katonás patentrendben nyíl egyenesen ott áll egymás mellett. Azért ebben sok munka van, tehát ezt nagyon sokat kell gyakorolni a zenészekkel, külön-külön csapatba egyaránt. Szóval, hogy lesznek ezek az összevont zenekari számok, kis koncertecske, nem túl hosszú, és lesznek az önálló bemutatók, amik ugye a gyep show, vagy ugye mi csak szakalaki bemutatónak hívjuk, mert itt ugye gyep nincs, maximum térkő vagy macskakő. Ilyen viccesen szoktam mondani, hogy akkor most következik a térkő show. Ez csupán onnan van a kifejezés egyébként, hogy ez, amikor ez elindult ez a műfaj, a showba azért alapvetően Amerika a mai napig a vezető monopolhatalom, tehát azért a show műfaját, én azt gondolom, hogy mi, és ezt a legnemesebb értelemben gondolom, a mai napig csak tanuljuk tőlük, hiszen ott tényleg ott találták ki, és ott van akkor a kultúrája és háttérintézménye és anyagi háttere, hogy az ember az mindig csak szeretne egy olyan nagyot, de nekünk az a szerencsénk, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni. Tehát, hogy a katonazenekarok ezzel a gyepsóval pontosan egy olyan szeletét kapták meg ennek a tortának, vagy birtokolják, amit bárhol a világon elő lehet adni, hiszen nem kell hozzá hangosítás, nem kell hozzá színpad, hanem kell hozzá a zenekar, és kell a betanult produkció. És ezek a gyepsók, vagy szakalaki bemutatók, ezek is mind-mind külön arculatot mutatnak. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon meg lehet majd látni, hogy vannak zenekarok, akik már bocsánat, de ők a marháskodásra mennek rá, vagy a bolondozásra. Tipikusan ez a szolnoki zenekar egyébként, hogy nagyon-nagyon magas minőségben játszanak sokszor filmzenéket, közben pedig olyan meghökkentő dolgokat csinálnak, hogy az emberek gurulnak a nevetéstől. Aztán vannak a tataiak, akik jellemzően mindig vegyítenek bele a sok-sok humor és a show és a látványelem közé, mindig vegyítenek népi elemeket. Többnyire azért jellemzően a magyar népi világból, kultúrából. Megjelenik ez kisebb táncos elemekbe, ott ugye több hölgy is teljesít szolgálatot, ezt ki is használják, és mindig valami tánckoreográfiával is készülnek. Aztán vannak a budapestiek, akik inkább a hagyományőrzés, tehát ők a szó legszorosabb értelmében a hagyományos gyepsót, bemutatót csinálják, ami többnyire magyar történelmi indulókból a katonás mozgás. Tehát az ugye a Budapest helyőrség dandárnál teljesítik a szolgálatukat, ott van a díszelgő alegység, tehát hogy ők azok, akik mondjuk közreműködnek az összes budapesti állami ünnepségen, a központi zenekarral együtt, és ez a kifejezetten katonás, sarkos bemutató. És van a székesfehérvári zenekar, amelyik meg hol ilyet csinál, hol olyat. Egy időben én is ráálltam erre, hogy akkor csináljunk mi is ilyen nagyon katonás, nagyon sarkos, nagyon hagyományos, és hát akkor így jöttek a visszajelzések, hogy hát ez nagyon-nagyon szép, de hogy miért nem bolondozunk mi is egy kicsit. És hát mindig azt mondtam, hogy azért, mert hogy ez vagy szívből jön, és akkor az igazi, vagy mesterkélt, és én nem akarok mesterkélt dolgokat mutatni. Mondjuk tavaly azért volt kettő olyan, amire így felkapta a fejét mindenki. Ugye volt egyszer egy skót dudás kollega, aki közreműködött velünk, a Kéri György skót dudás személyében. Hát annak is egy külön történetem, hogy azt hogy tudtuk bepróbálni, és hogy mennyire komoly pillanatokat éltünk át együtt. És aztán utána pedig elhoztuk Dinnyésről, a szomszédos Dinnyésről a Dinnyés embert, ugye eljátszottuk
a Dinnyés ember című, most már mondhatom, hogy örökzöldet, tehát hogy azért egy elég régi számról beszélünk, és ott megjelent a Dinnyés ember, szépen szalmakalapba és egy talicska dinnyével, és azt így szétosztottuk az embereknek. Ezzel annyira meglepődtek, hogy egyébként egy csomóan el sem merték fogadni. Hogy így nem értették, hogy most mi van, pedig csak tényleg így kiosztottuk a dinnyéket. Az egy mókás pillanata volt az egész fesztiválnak. És ugye egyébként akkor úgy búcsúztam el a közönségtől, hogy a Dinnyés embert látták, hallották, és jövőre a Jég dupla viszkivel fogjuk játszani. Akkor most? Most fel van dobva a labda, mert nyilván viszkit nem tudunk osztani, de hogy mi fog történni, azt most nem fogom elmondani. Ne legyen meglepetés. De magában az összzenekari bemutatóban most fogunk megint olyasmit játszani, amit azért nem szoktunk. Tehát, hogy lesz egy kis olyan unikum, egy kis olyan fűszerezés, amire most, ha nagy szavakat szeretnék használni, akkor azt is mondhatnám, hogy talán egy világpremiér is lesz, hiszen egy olyan zenét fogunk játszani, amit szerintem fúvózenekaron még soha, de soha nem játszottak sehol. És nem fogom most megmondani, hogy ez mi lesz, mert hogy ez ott legyen meglepetés. Aztán nyilván lesz, akinek tetszik, nyilván lesz, akinek nem, de az biztos, hogy egy olyan egyedi dolog fog történni, amire még nem volt példa. Én köszönöm szépen, hogy ennyi érdekességet elárultál nekünk, és hogy itt voltál, és hát azt elárulhatjuk a nézőknek, hogy augusztus 5-től jövő héttől jelentkezik az Árt Café Fehérvár, ahol majd 7-én vendégeskedik a zenekar, illetve hát ott is leszel majd vendégünk, és hát ott majd folytatjuk érdekes sztorikkal. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, Esti Mérleggel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban.